ez az első klubkoncert, első alkalom, nagyon jó visszajelzés, hogy azt hiszem, hogy másfél napon belül elfogyott az összes jegy. Lesznek saját dolog, lesznek feldolgozások, nagyon családias lesz, ez most kicsit más hangulat, nem lesz nagy koncert, nem lesz tánc, nem lesz show, ez tényleg csak a zenéről szól, és arról, hogy igazából közel fogom őket érezni magamhoz. Hangulatban meg kell találni, ki kell menni a színpadra, és igazából utána már így alakul spontánul a dolog. Nem lehet megtervezni azt, hogy most milyen hangulatot szeretnék varázsolni, ez tőlük is függ. Belecsempésztem egy olyan történetet, ami picit a Whitney Houstonnak szól, egy ilyen kis tisztelgés az ő munkássága előtt, úgyhogy és minden hónapban szeretnék valami témát. Próbálom megtartani a karaktert a dalnak, mert nem szeretném nagyon megváltoztatni, de nyilván a megközelítés hiszen úgy éneklem, ahogy én érzem, nincs semmiféle, nem tudom, koppintása az eredetitől. Érzésre megy igazából az egész és a hangulatra. Az idei nagyon pörgős lesz. Jönnek új klippek, új dalok, picit más jellegűek, mint mostanáig voltak. Nyilván kiemelem azt, ami az én erősségem, nem szeretném a gyengémet megmutatni. De belemegyek olyan dolgokba, ami új lesz számomra, és nagyon várom is, és nagyon úgy érzem, hogy felkészült vagyok erre a tematikára.